Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rákovics Andrea, Ferencvárosi önkormányzati képviselő, kezi csókolom, szép jó reggelt. Jó reggelt. A Fidesz frakció vezetője. Akkor kezdjük a lényeggel. Mi okozta Bácskai János távozását? Azóta már ugyan volt itt, de velem nem beszélgetett, úgyhogy én a Kályhától indulok. Hát ugye kezdjük onnan, hogy a 19-es kampányban ő nagyon sok támadást kapott a mostani polgármestertől, mindenféle hazug rágalmakkal. Polgármesternőtől. Igen. Aztán amikor történtek a választások utána, akkor ő úgy döntött, hogy áll elébe, hiszen arról volt szó, hogy majd itt csontvázak fognak kidőlni a szekrényből, és itt minden fideszes a kerületben bilincsben fog elmenni, mert börtönben. Nem látom a bilincs nyomait az ön kezén. Nem, így van. És ezért a polgármester úr úgy döntött, hogy akkor beül a testületbe, szemtől szembe, és várja a vádakat, és várja azokat a bizonyítékokat, ami alapján ezeket annak idején Baranyi Krisztina mondta. Hát másfél évet várt erre a bizonyításra. Többször rákérdezett több testületi ülésen egyébként, hogy hol tartanak az ügyek, van-e feljelentés egyáltalán. Mindig kitérő válaszokat kapott, legtöbbször azt, hogy az ügyvédek még vizsgálják, hogy mit lehet tenni, vagy lesz ebből ügy. És aztán másfél év után úgy döntött, hogy kapott egy álláslehetőséget, ugye ez közigazgatás, és sajnos összeférhetetlen a képviselőséggel. Mi ezt nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ő már nem a frakciónak a tagja. Kivel pótolták őt? KDNP-s képviselőtársunkkal, Mezei Istvánnal. Egy fiatal, agilis ember. Régi motoros ő is a fiatalkora ellenére, úgyhogy rutin van neki is, hála Istennek, úgyhogy... Próbáljunk mondani valami pozitívat a polgármester asszonyról. Egy ragyogó PR szakember, mint hogy lehet, hogy vannak olyan emberek, akik még nem hallottak a 9. kerületről, de amióta ő a polgármester, már nem azt mondom, hogy főpolgármester, amióta ő a polgármester, azóta... Nem unalmas a 9. kerületiek élete, és Tolnától Baranyáig mindenki tudja, hogy van 9. kerület, és hogy kik ott a játékosok, és mi minden történik. Ez nem egy jó PR fogás a kerületnek? Hát igen, hát azt hozták mondani, hogy negatív hír is hír, tehát hogyha ő neki ez egy jó PR fogás, hogy mindig valamilyen negatív összefüggésben szólnak a hírek a kerületünkről, akkor... Hát valóban, akkor ő mindig a hírekben és a kerület a hírekben szerepel. Éppen valamelyik, azt hiszem, valamelyik rádióban nyilatkozta, hogy nem is úgy érzi, hogy Ferencváros a világ közepe, már állandóan rólunk szólnak a hírek, csak ugye nem egy pozitív környezetben, hanem valami hát balhé, nevezzük így, vagy valamilyen rossz döntése. De hát ki tudta azelőtt, hogy Ferencvárosnak van pinceszínháza, ki figyelt oda, hogy Ferencvárosnak televíziója van, ki figyelt oda arra, hogy Ferencvárosnak helyi lapja is van, és hirtelen mindenféle zsenik vezetik ezeket az intézményeket. Nem anonim alakok. Hát az, hogy most mindenki tudja, hogy mi kerületi tévé van. A kerületi tévé előtte is működött, a kerületiek örültek neki, azért nevezik kerületi tévének. A kerületi újságot azért nevezik kerületi újságnak, hiszen a kerületről kellene, hogy szóljon, ami most azért úgy nagyon miről nem... Miről szól a kerületi tévé és a kerületi újság? A kerületi tévé még próbál tenni azért, hogy a kerületben történő apróbb eseményekről, mert nagy dolgok nem történnek a kerületben, próbáljon tudósítani, vagy legalábbis próbálja a kerületiek számára még elérhetőbbé tenni, hiszen az újságban ezekről a hírekről nagyon nem lehet tudni. Nem nagyon tudunk az újságban, például nem tudnak olvasni a testületi ülésekről, vagy arról, hogy mi történik a kerületben. De hát nem ez a küldetése egy kerületi intézménynek, egy újságnak, egy tévének? Papírforma szerint ez lenne a küldetése, de hát ugye most... És akkor most... hol vannak az ellenzéki képviselők? Önök ezt némán ülnek, tűrik. Nem lázítani akarom önöket, de hogyha nem jó a mákostészt, akkor kérünk helyette valami mást. Mi ezt többször szóvá tettük, hogy ez az újság, ez többek között nem jó irányba megy, hiszen nem egy közérzeti magazint kell a kerületnek,
drága pénzen működtetnie, vagy nyomtatnia, hanem egy olyan újságot, amiből a kerületiek sok mindenről tudnak, és arról, hogy többek között mit csinál a kerületért a képviselőtestület és a polgármester. Ez csak egy ilyen ellenzéki vágás, vagy amikor mondjuk valaha önök voltak ellenzékben, ugyanerre használták a kerületi újságokat? Hát azért meg lehet nézni, hogy akár például mehetek vissza Gegesi Ferenc idejében is már működött ez a kerületi újság, tehát hogy nem a mi időnkben indult. Ez a rendszerváltás gyümölcse. Tehát ez azóta már működik, ott is a kerületi hírekről volt benne szó, iskolákról, óvodákról. Mennyire tehát, van hogy itt az ideje még ezeknek az újságoknak? Vannak egyes kommunikációs szakértők, akik azt állítják, hogy nagyon sok ember, főleg az idősebb és a szegényebbek, ezekből az újságokból, ingyenes lapokból tájékozódnak, és mert az újságba olvasták, el is hiszik, ami oda van írva. Én azt gondolom, a 21. században mindenki tud valamilyen formában tájékozódni. Nem biztos, hogy a kerületi újságnak ez a fő csapás iránya, hogy egy közérzet, tehát egy általános politikai újság legyen belőle. Ilyen helyi harsonának kéne lenni. Az rendben van, de akkor legyenek arányban például. Én azt gondolom, hogy azért a kerületi hírek mellett persze legyen egy kis kitekintés benne, mi történik az országban, mi történik a nemzetünkkel, de én azt gondolom, hogy az elsődleges feladata mégiscsak a kerületi híradás. Hát itt van például a 7. kerület, ahol mi még átmenetileg vagyunk. Itt is van valami kerületi újságnak nevezett valami, és amióta nem szeretjük egymást a kerület vezetésével, azóta mi nem létezünk. Tehát megvonják a lehetőséget a kerület lakóitól, hogy a róluk szóló, mert külön műsort is készítünk, csak ő nekik, abból tájékozódni tudjanak, tehát a műsorrendet nem közlik meg, mi nem létezünk nekik. Pedig lehet, hogy egy kerületi dolognak ez lenne a feladata, nem? Hát például ugyanez lenne a 9. kerületben, hiszen a kerületi tévé nagyon sok kerületi embert mutat be, valamilyen tevékenysége vagy bármilyen olyan foglalkozása alapján, ami érdekelheti az embereket, vagy civil egyesületekről, vagy bármiről. Ezt nem követi az újság. A rendszerváltás óta az önök kerülete hatalmasat fejlődött. Néha nekem olyan érzésem van, amikor arra csalinkázok gépjárművelmel, mintha Spanyolországban lennék a tengerparton. Nagyon változatosak az új épületek. Néha úgy is érzem, hogy nem odavalók, de néha meg olyan jó az ember szemének, jók ezek a pasztelszínek, jó ez az egész tengerparti hangulat, pedig nyoma sincs tengernek. Maximum az izzadság, amit kijön belőlünk a de dugóktól. Ott a Duna. Igen, ott a Duna, meg ott vannak a dugók is. Ez a helyi hozzá nem értés, vagy ez egy ilyen fővárosi rásegítés, hogy följünk meg a kocsinkba a 9. kerület tájékán is? Hát úgy tűnik, hogy ez egy főváros karöltve a baloldali vezetésű kerületekkel, hiszen az ember járja a várost, azért itt, főleg itt a belső részen azért ugyanezzel találkozik kerületenként, és nem csak a fővárosi üzemeltetésű utakon, hanem a kerületi utakon. Ugyanez vonatkozik a Ferencvárosra is, hiszen most megint a belső Ferencváros lezárásáról van szó. Ugye, amit tavaly azért nagyon sok ott lakónál nem tetszés nyilvánított ki. Egyrészt ugye, mivel egy-két menekülő útvonalat hagytak, ami hétvégente nagyon bedugult, tehát ott például a Csarnok téren nyelték a benzingőzt szombat reggeltől vasárnap estig, hiszen az egy út volt a Vámház körútra rá, amit hagytak. Aztán ugye a belső lezárásnál, ami még nagyon... Hát hogy is mondjam, csak nem tetszett, hiszen a Rádai utcában vendéglátósok vannak, ugye, akik abból élnek többek között, hogy hétvégente vacsorázó emberek próbáltak eljutni a Rádai utcába. Mennyire sikerült neki magukhoz térni és kinyitniuk? Kérdezem most a 4. hullám fogadónapjain. Hát járva ott a Rádai utcában azt látom, hogy kinyitott, nagyon sok üzlet kinyitott, de sajnos van olyan, ami bezárt, végleg bezárt. Bízom benne, hogy a mostani városvezetés erre fog egy jó megoldást találni, és támogatást fog adni ezeknek az üzleteknek. Itt nem csak vendéglátóhelyekről, hanem egyéb üzletekről is van szó. Nem az a
hogy is mondjam, csak nem az a vendég forgalom van, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt, ez tény és való, tehát azért látom, hogy, és emlékszem, hogy akkor mi volt még a pandémia előtt, de én bízom abban, hogy ez szép lassan azért. Egyetemista koromban az egyik professzorom azt mondta, hogy amikor az ember közvéleménykutatást végez, és tudni akarja az ország lelki állapotát, vagy egy kerületnek az állapotát, akkor nem kérdező biztosokat kell küldeni, hanem hajnalba el kell menni és megnézni a kukákat, és abból majd kiderül, hogy mi újság. Ha megnézem a ferencvárosi kukákat, akkor sok krumpli hajat fogok látni, vagy azért ez az ellenzéki városvezetés nem tette teljesen tönkre őket, illetve ön úgy is foglalkozik közös képviselettel, abból is meg lehet tudni, hogy mennyivel vannak elmaradva a közös költséggel. Hát azt, most az utóbbira visszatérve azt mondhatom, hogy próbálták az emberek azért fizetni, és próbáltak ezeknek a kötelezettségeiknek eleget tenni. Nem mondhatom azt, hogy olyan nagyon nagy elmaradások vannak, akiknek pedig hátralékba jutott, ők kért részletfizetést, tehát azért meg tudtuk oldani. Tehát megvan a jó indulat bennük, hogy a kötelességeiknek eleget tegyenek. Így van. Tehát ez a kötelességtudat az emberekben még mindig megvan, hála Istennek. A köztisztaság ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azért azt lehet mondani, hogy hát nem állunk jól ezen a területen sem a kerületben. Erre egy remek példa, hogy például múlt héten szombaton szerveztünk egy szemétszedési akciót a Markusovszki téren, ahol egy óra alatt, ugye ott egy építkezés is van, tehát csökkentett területen 8 zsák, nagy szemetes zsákot, szemetet szedtünk össze. Ami azt mutatja, hogy valami nagyon nem jól működik ebben a kerületben. A FESZOFE köztisztasággal foglalkozó dolgozói, ők, ahogy én látom, ők megpróbálnak mindent megtenni, de sajnos kevesen vannak. Nincs a városvezetés részéről ösztönzés arra, hogy ezen a területen is több munkavállaló legyen, úgyhogy a helyzet nem rózsás. Innét folytatjuk legközelebb a beszélgetésre szánt időnk lejárt. Ezer kérdés lóg a levegőbe, de legközelebb innét folytatjuk. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Gyurákovics Andrea, ferencvárosi Fidesz frakció vezetője volt stúdiónk vendége. További jó munkát és jó pihenést, hogyha nyaralni megy. Jó horgászást. Köszönöm. És szép zsákmányokat. Köszönöm, hogy velünk volt. Előzetesek, és következik Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. Tartsanak velünk.